Üdvözlök mindenkit, Cooking Simulator, itt a húsvét, csinálunk egy kis húsvéti menüt, tehát hát hogyha más nem, akkor mi a megnézzük, de én arra gondoltam, hogy pizzát fogunk sütni húsvétre, úgyhogy bele is csapunk. Én a tutoriát kihagynám, mert hát egyszer kipróbáltam már ezt a pizzasütést, valameddig eljutottam bele nem nagyon messzire, de emlékszem, hogy a tutoriál az hát nagyon sok félreértést okozott, meg legyártottam valamit, ő utána adta, hogy gyártsam le, és utána már újra le kell gyártani, vagy nem volt hajlandót vállalni a következő feladatra, szóval mindenféle probléma. Úgyhogy én azt mondom, hogy tutoriált kihagyjuk, és belecsapunk élesbe a dolgokba. Hát szerintem boldogulni fogunk, akkor kidobjuk, nem? De nem, olyan nincs, olyan pizza nincs, amit kidobunk. Oké. Okay. Na, és akkor azt mondta, hogy dél van, de nem tudom, miért délbe. Oké, hogy délbe szoktak nyitni a pizzériák, de hát nekem még alapanyagaim sincsenek, meg semmi, az elég gáz. Úgyhogy, na nézzük ezt a... Oké. Okay. Először is csinálni kell pizzatésztát. Oké. Okay. Jó, és ezt... jó, oké. Okay. Ezt kitűzzük ide magunknak, hogy lássuk, hogy miből kell csinálni, és akkor azt mondjuk, hogy dupla nullás liszt kell bele, víz kell bele, a vizet azt a kis köcsögöcske, ha megpróbáljunk úgy tölteni, hogy elvel, oké. Okay. Ebből kell 2,4 liter, itt nem nagyon lehet nagyon sokat tévedni benne. Apá, mondjuk ez 2 liter eddig. Hopp, oké. Okay. 2 litert beöntjük, hát ezt majd meglátjuk, hogy nagyon könnyű mellé, na ezért mondom, hogy rad könnyű ám mellé is önteni, mert nem úgy akar, na oké, okay, ez mind bemehet. Hogy lett a 2 literből 1,6, esküvez mellé ment, vagy én nem tudom. Na jó, akkor a következőnél viszont már majd vigyázni kell, hogy... Hát ez most már így piszok nehéz, mert 8,4, mondjuk, jó, de meglátjuk. Hát mert az... Hogy vagyunk? 1,6? Ja, 8. 8 deci kellett még bele, csak az a kérdés, hogy na mindjárt meglátjuk, hogy 2,3, hoho. Azért igen, nagyon óvatosan, mert nincs is benne több víz, figyelj. Figyelj, én beleöntem. Nincs is benne több víz, én meg itt szórakozom. Ez még csak 2,3. Hogy kell, hogy lesz ebből, vagy mit csinálok én ezzel a vízzel? Ez most még, akkor 100 milliliter itt van. Itt van nektek. Ennyi. Pont annyi. 2,4. Na, a köcsögöcske jöhet vissza az asztalra. Oké. Okay. Na, aztán, akkor kell bele a... nulla nullás liszt. Hát valójában én a való életben is elkezdtem ilyeneket csinálni, úgyhogy ezért vagyok ilyen nagyon idé. Ho. Ez direkt ilyen pizza liszt, ez a dupla nullás, ilyenből lehet jó kis liszt, mit csinál, pizzát sütni. Szóval kell hozzá a dupla nullás liszt. És akkor, ja, még kell hozzá egy kis só, meg élesztő. Na nézzük. Akkor azt mondja, itt van az élesztőnk. Ez szerintem pont annyi... Hát vagy... Ja, de azt hiszem, hogy ez pont annyi. Ó, ez mehet ide bele. Bele is nyomta. Igen, az 10 grammos. Oké. Okay. Akkor még egy kis só. Ez amúgy is kelleni fog több mindenre. Ez a fűszerek kategóriájában van a só. Oké. Okay. Na nézzük. Megsózzuk. És akkor abból 125 gram, csak itt jobb oldalt nézem, hogyha én 5 grammosra, nem, 10 grammosra váltok, már úgy értem, hogy egy nyomás 10, mert akkor nem egyenként, mert lehet egyenként is nyomni, de ugye ez most 120, és akkor visszaváltok egy 5-ösre, oké, ebből így lett 125, nagyszerű. És akkor fűszert, azt, hogy hát só az úgyis kellene fog máskor is, és akkor azt mondja, hogy ebben benne van minden, ami kell, akkor jön egy kis lezárás, és csinálhatjuk. Jó, csak a következő dolog, nézzük már, mi a következő dolog, mert kellene fog nekünk ez a szósz. Hát ugye ez szint, gyakorlatilag ez is minden
pizzának az alapja, úgyhogy ez kellni fog nekünk. Menjünk, hol a kosár eltűnt. Itt van egy kosár. Itt meg jön nekifele a kis... Oké, nekünk meg el kéne menjünk anyagért. Menjünk a raktárba. Azt mondja, hogy 1,6 kiló kell ebből a... Hát ez egy ilyen San Marcano, vagy Marcano, nem tudom, hogy paradicsom, na mindegy. Azt mondja, hogy egy ilyen 100 gram, tehát akkor ebből nekem kell 16, tehát egyet ide tettem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jó. Olívaolaj, oké, só, oregano, és akkor garlic, vagyis kellene nekem ebből, ez 5 gram, ebből akkor kell 4. 1, 2, 3, 4. Jó, elvileg benne van, de van, amikor mellé dobja. Akkor az izé tudám lenni. Na, majd kiderül, hogy megvan-e mindenünk. Szóval fokhagymát is tettünk bele, akkor ott a só, oliva, ebből főzünk. Ezt így szerencsére behaigálja helyettünk. 1, 2, 3, 4. Benne van az 1,6, meg a... Oké. Okay. Akkor kellene nekünk... Hát ezt dobjuk ide le valahova. Jó, ez most nem kell. Kell olívaolaj. Meg kell venni első körben, meg kell venni, de hát azt majd kellene fog, az majd még máskor is. Akkor ezt is töltsük szépen ide bele. Ebből 20, vagy micsoda, 200 milliliter kell. Nézzük, hogy hogy állunk. Nem! Sok lett! Azt a rohadt, de gyorsan folyt. Hát, jó, majd meglátjuk. Sóból 35. Kicsit több lett. Több lett, mint kellett volna, de... Béna voltam. Na nézzük, ebből megint, hát ez most az ötösön áll, akkor azt jelenti, hogy... 25, 30, 35. Jó. Kicsit olajosabb lesz a kérdés, mint normálisan. Na akkor szárított oregano, az pedig, azt is meg kell egyszer venni. Öreganyó, egy száraz öreganyót veszünk. Azt mondja, hogy ebből kelleni fog nekünk 25. Ezt is átváltjuk már ilyenre, hogy gyorsabban haladjunk. Akkor ez 25 megvan, jön ide a só mellé. És akkor még kell bazsalikom, abból, hát szerintem csak egy darab, nem? Szerintem. Megnézzük. Igen, az 30 gram. Oké, akkor kell egy ilyen kis tálka, azt betoljuk, és már mehet is. És ezek annyira ötletes volt, ezt emlékszem, amikor legelőször játszottam velem, hogy ez az előkészítő helyiség, tehát ugye itt csinálják, a másik helyiségben, itt meg már a sütés megy, tehát ez ketten piszok jól lehetne csinálni. Ja, oké. És akkor ezt... Amit én előkészítettem, az megy oda, és akkor ez megy át a másik helyiségbe, hogy ott tudnak vele dolgozni. Nagyon jó, egyébként nagyon ötletes. Viszont kell, ez mondjuk nem kell. Viszont kellene nekünk még pár dolog, ez mit keres a Földön? Elmegyünk még, mert mondjuk kellenének dolgok. Hát jó, mondjuk ledobjuk. Okay. Kellene fog nekünk, hát szinte mozzarella, hát szinte mindegyik, vagy hát igen, mert ilyen sajt, ugye az gyakorlatilag hát minden pizzára kell szinte, lehet mondani, csak nem mindegy, hogy milyen, mert van, hogy mondjuk viszek 4-et összesen, aztán ezt felkapjuk. Akkor viszünk, mert vannak ugye szalámis pizzák, hát abból is akkor viszünk 2-t, akkor azt mondja, viszünk kukoricát, az is kellhet. Fekete oliva bogyó, azt is viszünk. Akkor vihetünk még hagymát. 4-et. Benne van egyáltalán? Nem, a földre dobta. Őrület egyébként, hogy ez miket csinál, hogy ledobja a földre. Hát tedd ma a bölő. Na. Úgy. Le kell tegyem a földre ahhoz, hogy... szóval... Ez micsoda? Ja, hogy garlic, mert tudnék venni 500 grammot. Na mindegy, nem érdekel. Jó, szerintem nagyjából most így a főbb dolgok azért így... Ezeket még itt elő kéne készítsem, mert...
Már van két rendelésünk amúgy, csak így nem nagyon haladunk. Na akkor viszont nézzünk, teszünk egy ilyet ebbe. Ja, itt is van mellette egy, úgy emlékszem. Ja, itt van. Jó, és akkor úgy csináljuk, hogy dobunk ebbe egyet, meg még egyet. Ezt rányomjuk. Ez, hát ez lereszeli, tehát lesz olyan sajtunk is, meg ugyanez csináljuk, ez pedig a szeletelő, ebbe is dobunk úgy, mert ebbe meg lesz szeletel. Csak ezek jöhetnek ide egymás mellé, a kétfajta sajt, igen, kétfajta mozzarella. Akkor nézzünk olyat, hogy akkor nézzünk ilyet, hogy kukoricát. Oké, az kuka. Kukorica be a helyre. Jó. Akkor nézzük a következőt, hozunk még ilyet. Akkor ezt kellene szeletelni szalámit. Ki tudom venni. Oké. Hol a másik szalámi? Nem látom. Esküvel, lerakom a földre. Nem, na mindegy. Nem ezt akartam, hát még bele akartam, ja, még lehet, hogy egyébként bele lehet tenni, ezt kipróbáljuk. Ja, sőt, hát persze. Lehet folytatni. Sose gondoltam, de egyébként jó. Oké? Na, szalámi bejön oda. Akkor mink van még? Akkor van még olyanunk, hogy ez. Várjunk, akkor azt mondjuk, hogy ennek is keresünk. Ezt is szeletelni kell, igaz? Mert ez ilyen szeletelve szokott lenni. Ilyen olibabogyót. Hát valamikor egészbe is tesznek rá, nem tudom, de ide szeletelve fog kelleni biztos. Jó, akkor oda. És akkor mink van még? Ja, még van hagymánk. Hát még akkor hagymát is. Hagymát azt nyilván azt is megint szeletelve belehajítjuk ezt, vagyis felveszem, akkor ezt be tudom dobni elvileg így. Nem? Nem tudom? Nem tudom. Akkor pekjünk, ha egyenként kell bele. Váljunk, nem jó. Mi nem jó? Még marad benne oliva? Vagy nem lett, váljunk már, nem vettem ki, de. Vagy mit csináltam? Nem szeleteltem le? Azt lehet, hogy elfejtettem. Nézzük. Ja, most lett kész. Oké, ja, jól van gyerekek, hát egy fázis kimaradt, na még akkor ezt, jó, akkor most jön ez. És szerintem most már akkor így, ahogy akartam, bele fogom tudni dobni. Hát több esze van, mert nem csinálta meg a hülyeséget helyettem. Na és akkor már, oké, hát van már négy rendelésünk, négy pizza, de tényleg itt vagyunk délután 4 óra, mert hát én szerintem igen. És még mindig az előkészítéssel foglalkozok, hát ilyet, na. Akkor azt mondjuk, hogy én azt szerintem kész vagyunk, mármint ezekkel az előkészületekkel, és akkor hívhatunk egy pizzát. Hello? Na milyen pizzánk van? Visszajön itt a rendelés. Hú, ez nem tudom micsoda. Mi kell hozzá? Ó, de na ott van a hagyma, fekete oliva, hát minden, ami csak volt, ez a darab volt. Jó, ezt kitűzzük, hogy lássuk, hogy mi kell nekünk hozzá. És akkor nekem egy kicsit kell, hogy csináljak. Csak az a kérdés, hogy ezeket is nem hoztam át, hogy átvisszük oda magunknak. Hova tegyük ezt? Mikor átesszük ide? Jó, így? Oké. És akkor nekünk tehát kell egy kicsi, ez viszont egy nagy. És ebből csinálunk egy kicsit, meg egy közepes, tehát szétvagdostuk. És akkor jöhet egy jó, kis méretre alakítjuk. Jó, akkor kell rá a szósz. Hoppá, ezt visszahúzzuk ide, mert most már itt dolgozunk. Finom pizza lesz! Oké, nehogy kihagyjunk valamit. Azt mondja, hogy melyik az? Ez az. Ebből kell nekünk 16 gram. Szerintem ez pont 16-ot szól rá, mert ott mutatja, vagy nem.
Én már 7. De nem, ott mutatja, hogy 16-ot szólt rá, akkor annak rajta kell, hogy legyen. Csak nem tudom, mi volt ez a 7, ott jobban. Na jó, fekete oliva, majd kiderül, hogy jól csináltuk-e. Fekete oliva, az, ahol 32 kell, ez most, hát ez így 32. Elvileg így kéne, hogy legyen, és akkor, hogyha most én ezt végigpörgetem, tehát akkor ezeket saj... Nem, a sajtot még nem raktuk rá, ne viccelj, már majdnem kihagytuk a sajtot róla. A mozzarellát, azt, ezt a változatot, na ebből kéne rátegyünk. Mondjuk lehet, hogy ezt alulra kellett volna, de mondjuk rá fog olvadni. Jó, 60 grammot kell tenni, tehát 20, 40, 60. Elvileg ez így kéne, hogy kinézzen, ha minden igaz. Jó, és akkor most már csak a sütés jön. Nagyon hideg a sütőnk, tehát be kell gyújtani. Na, dobd be. Hát már ég, de még mindig nem az igazi. Még majdnem, na, most már benne vagyunk, oké. Okay. Nagyon kis pofás, hát na majd meglátjuk, amikor készen lesz. Látjuk, és akkor teszünk ide ki egy kis tányért, mert ugye kell nekünk egy kicsi tányér. Hova tegyem ezt a kis tányért, hogy elférjen? Ezt egy kicsit arrébb kéne tegyem, mert hova tudom arrébb tenni? Kicsit arrébb tettem, hát és még képbe vagyunk. Na, ez. Nézzük, még nincs kész, oké. Okay. Hát lehet, hogy ha nagyon profi lennék, akkor egyszerre többet tudnék sütni, de hát, biztos nem vagyok profi. Én most kezdtem, ma az első munkanapom. Dehogy vagyok profi, de azért finom lesz, remélem. Megnézzük, hogy elrontottuk-e, vagy nem. Az a kérdés, pizzát el lehet-e rontani? Szerintem nem. Ez olyan, mint a palacsinta, nem? Hogy amikor elkezdi sütni valaki, mindegy, ha rongyosra sikerül, akkor is megesszük. Okay, és akkor rányomjuk, leadjuk. Na, nézzük, mit kapunk érte. Minden eddig szuper. Hát az nem tudom mi amúgy. Az a összetevőkre, valamit nem volt jó teljesen az összetevő. Az nem tudom mi. Fehér, mégis nem tudom. Nem volt elég hagyma. Na jó, erre nem tudom, majd odafigyelünk, ezt nem értem ezt a dolgot, de majd rájövünk valahogy. Na nézzük a következőt. Szalám is. Hát, ez jobban sikerül. Azt mondja, hogy ehhez kell nekem, mekkorát kéne. Ja, ellapoztam, egy közepes. Ja, el is jöttem onnan. Minek járkálok? Ez a közepes, az pont jó lesz. Aztán szósz. Oké, okay, viszont ebbe erre másfajta sajt kell. Na akkor a szószt szétkenjük alaposan. Oké. Okay. Akkor kell rá, lehet, hogy a sorrend nem volt az előbb jó, nem tudom. Na mindegy, most már odafigyelünk rá. Tehát akkor kell nekünk olyan mozzarella, ami ez a fajta, és akkor ebből kellene 96 gram, hát az három ilyen. Egy, kettő, hát ez hogy lesz ebből annyi, azt nem tudom, mert jobb oldalt mutatja, 84. Lehet az előbb nem jót néztem. Még 84-hez még, hát most ennyit hozzáadunk, akkor így most 92, de hogy tudok még a 92-höz, hogy 96 legyen? Hogy a francba adjak? Mert 6-ot hozzáadok, az már mindegy, inkább legyen egy kicsivel több, legyen jó sajtos nekik. Na, akkor azt mondja, hogy szalámiból kell 64 gram. Megnézzük, ez a szalámi. Csak szép legyen az ennek. Na nézzük, ez mennyit rak nekem? 8. Meg szép, szimmetrikusan rakjuk. Mennyit kellene? 64. Ez úgy jó lesz. Hát, oké. Okay. Ez így 64. Kicsit szögletes lett, de a miénk. Akkor kellene bazsalikom. És akkor ennyi szerintem.
tegyünk rá akkor ilyen kis bazsit. Nézzük, mennyit kell ebből tenni. 24 legyen. 24 legyen belőle, 3. Kilen. 15-nél járunk. 18, 21, 24. Hát ez érdekes, érdekes koreográfia lett, de jó, oké. Nézzük, hogy állunk a tűzzel. Sehogy. Ez a tűz, ez mindig elalszik, mert én ide érek. Jó, hát ez még egyelőre szerintem így nagyjából jó. Hát amúgy egyébként már egész, így már megenném. Nem az, az előbb mondtuk, hogy bárhogy megennénk, de ezért így se rossz. Teszünk már ki egy tányért, mert akkor kell most nekünk egy közepes, nem egy közepes fiók, egy közepes tányér. Oké. Oké, csúcsú. Jó, és akkor elvileg, hát most időben én nem tudom, hogy vagyunk, de van még 5 rendelésünk folyamatban, és most este 3-4-7 van. Hát, ezek itt egész napjukat eltöltik, elzenélgetnek, itt megy a tü-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 
Nem merek közben, ám hogyha csilingelne, vagy valami, de azt nem tudom, hogy tudok-e ilyen csilingelőt betenni, vagy lehet, hogy később tudok, de hogy most egyelőre egyesével sütöm, az biztos. Próbálnék ugye a shifter gyorsítani, de olyankor megáll, tehát nem tudom, de lesz majd, ugye folyamatosan ilyen perkek jönnek majd, hogy gyorsabban tudok haladni, meg egy csomó mindent tudok majd többet. Na, ez most viszont jó volt. Jó, most jól bemértük a dolgokat, úgyhogy ez szerintem itt tök jó lett. Ja, és akkor most például tudok, level up van, és akkor nézzük, hogy gomba, hát én szerintem megyek itt sorba, mert a franc úgyis minden fog majd kelleni, de teljesen mindegy már, hogy mire megyünk. Oké. Én nyomok egy ilyet. Na, prégókáim, akkor adjatok egy újabb rendelést, megnézzük, hogy ez az margaritás pizza. Hát megtanuljuk ezt keményen. Ez most milyen? Ez is egy közepes lesz. Elfejtettem kitűzni. Oké, akkor megint egy közepes kell, ami azt jelenti, hogy ha van egy nagy pizzánk, azt akkor szétváltjuk. Ez egy médium. Oké. Meg egy kicsi. Mozzarella cut jön rája, először jön a szósz. Minden pizza, nem mindegyiknek az alapja, mert vannak tejfölös alapúak, de akkor megvan, hogy mozzarella cut, az pedig ez a darabolt lesz ez, ami nekünk kell, és ebből 100 grammot kell tegyünk. Egy ilyen 20 gramm egy ilyen, akkor oké. Hát oké, nem így képzeltük, de nem rossz így se. Oké, és akkor már csak bazsalikom kell, na várjunk. Hát ez nagyon gyorsan haladt, így, ebbe a formában. Nézzük, ebből mennyit kell. Tehát egy ilyen az 3, most már látom, hogy ott hogy írja ez. Viszont nekünk kell 20... Hát, hogyha jól látom, igen. Hát kell nekem 24-et feltenni, akkor nézzük, itt számolja, hogy mennyinél járunk. 15, 10, 21... 24. Meg is vagyunk. Én szerintem nincs más. Azt hiszem nem hagytunk ki semmit. Nagyon remélem, hogy nem hagytunk ki semmit. Csak ez a tűz, ez mindig elalszik. Meg jó, hogy a fa nem fogy el. Oké. Ez ugyebár... Dobjuk be? Ez ugyebár egy közepes volt, mert akkor megint egy közepes tányért kellene, hogy keressünk, ugye? Igen. Közepes tányér. Op. Mennyi? Még mindig van 5 rendelésünk. Ezek... Ilyenkor persze lehetne valamit csinálni, mert van egy kis szünet, de én azt mondom, hogy ne ugráljunk, mert ahhoz még nagyon kisfiúk vagyunk, szóval én azt mondom, hogy ne nagyon ugráljunk, mert odaig, mit tudom, akkor meg az lesz a baj,
Én szerintem így jobb haladunk, szóval én szerintem majd később lehet, hogy lesznek ilyen kis csengők, vagy bármi, ami szól nekem, de én így nem nagyon merek jelenleg, mert hogy nagyon szép pizzák a csütörtök, nem azért, de... Na, Prégó, tessék! És ez is tökéletes. Legelső pizzánál volt egy kis, ja, megint valamit. Tanulunk egy Alfredo szószt. Ja, volt mindegy. Ja, hogy ezt csak megtanultuk, ott vannak a hozzávalók. És akkor még, hát mindegy, én teszek articsókát. Ja, úgyis majd minden lesz. Na, csing, cseng, csengetyű úr. Nézzük, prosciutto. Na, ez viszont már kukoricás lesz. Na nézzük. Kukornica. Hoppá, viszont ebben már van parmezán sajt. Ez már egy kicsit, az olyanunk nincs még, hoznunk kell fel. Viszont azt mondja, hogy van egy kicsit kell majd csináljunk. Ez a kicsi, ez ez. A kicsi az egy kicsi. Azt megcsináljuk, megkenni meg tudjuk, csak a többi dolog viszont le kell menni a raktárba. Mégpedig viszünk magunkkal egy. Vegyünk csak nem, mert van lent, azt hiszem a földön. Ja, itt van még egy kosár. Úgyis fel akarjuk hozni. Na nézzük, kellene nekünk parmezán sajt, tehát ez az. Aztán kellene nekünk a prosciutto crudo, az ez. Ebből is teszünk vele. És akkor édes kukorica az már van fent, az előbb azt vittünk. Ezeket viszont akkor itt ugyanúgy keresnünk kellene, oké. Mert ebből vágott kell, vagyis ilyen. Akkor megint csak apros. De igen, tehát a husi, tedd le. Mondom, a husi az vágott kell, hogy legyen. Viszont a sajt az pedig reszelt. Oké. Ide, ad ide. Hát, nem tudom, ebből nem lett valami sok ebből sajtból, bár jó nagy volt, aztán elfogyott valahol útközben. Valaki lecsipegette. Na jó, akkor ez is megvan, és akkor kellene nekünk, oké, ez megvolt. Nézzük sorba, hogy megyünk. Tehát igen, kicsi szósz megvolt, akkor parmezán az ez az. És akkor ebből kellene rá egy 16 grammot, az ez így 16. Ez megvan. És akkor viszont kellene most a is. Oké, a kis sonka. Ezből 60 grammot kell rátegyünk. Hát mindegy, úgy tesszük, ahogy sikerül. Mert hogy nem, szívesen elforgatnám, de nem tudom. Mondjuk ez így 60. Oké, és akkor még kukorica kell. Kukorica, abból viszont, hogy állunk, abból 16 gram kell. Ja, ez a két ilyen adag, mert ez 8 gram egy ilyen dobás. Oké. Hát akkor ennyi volt. Jó, most már megint ott tartunk, hogy megint kihűlt. Kihűlt itt már minden. És még van hétrendelés. Sose lesz vége ennek a napnak. Szeretnék pizzériába dolgozni, de lehet, hogy már nem. Szóval nem tudom. Így egyedül azért ez így kemény. Tehát, hogyha tényleg lenne valaki, aki előkészíteni amott, mert hát, ja, egy kis konyhás valaki, és az úgy valószínűleg tök jó lenne. Csak így, hogy délben nyitott ez a pizzéria, és egyszerűen, hát mire én is itt előkészítem, nem tudom, egyébként az alapanyag az másnapra megromlik-e, vagy ugyanúgy itt marad, és akkor ugyanúgy tudom, megmaradnak-e a tészták, meg minden, mert elvileg normálisan megromlik, de hát ugye tönkre megy a pizzatészta is.
megvan, a, tudom, hány óra múlva már ugye nem lehet ugyanígy felhasználni, én úgy tudom, de... De hát nem tudom, a játék az játék, szóval nem tudom, mert viszont, hogyha megmaradna az alapanyag, akkor nem kéne egyből ezzel kezdeni, hogy, hogy így alapanyagokat gyártani. Ezt majdnem levertük onnan, figyeltem. Ezeket mondjuk lehet, hogy az embernek lenne egy kis ideje, akkor naprégó, akkor lehet, hogy behaigálnám a fiókba. Na ez is nagyon jó, tökéletes pizzákat sütünk, hát haláli. Most már megint van egy New York style, egy New York stílusú tészta. Hát nagyon örül, ja, hogy ezt, oké, ez a recept. Na és akkor szó közel gyorsabban tudunk járni. Ez nagyon kevés. 9 pizzánk van ám várakozóba, ez elég nagy baj. Nem nagyon haladunk. Na nézzük, marinara. A marinárában mi van? Ó, abban viszont még, már megint kell egy plusz alapanyag, mert ez nincsen, ezt hoznom kell fel. Ez hanyas, ez médiumos, médium kategóri, ez pont egy médium, mert általában nagyok vannak, de gondolom a maradékból, amit ott legyártott, tehát nagyokat gyártott, csak a maradékból lett egy médium. És egy darab médium van benne. A többi az meg nagy, és ezt nekünk kell. Na jó, oké. Ez megvolt, viszont nekünk le kell menni, és hozni, de akkor egy ilyet viszünk, mert azt nem fogjuk tudni. Hát normálisan az ember megfogja a fokhagymát, azt felhoz egy fejjel, de hát ez így itt nem úgy megy. Hát nem tudom, egy, kettő, három, négy, öt mondjuk. Itt egy kézbe csak egy fokhagyma gériszt fér el, szóval nem. Akkor ez kutterbe kell tenni, akkor dobjuk így bele, oké. Okay. Csak egy ilyen kis... Egy darab van. Elfogy, akkor venni kell, de... De oké. Okay. Na. Jó, akkor van egy ilyen kis szuper. Ja, nézd, próbáljuk ki, hogy milyen gyorsan tudok... Gyorsabban tudok menni? Tényleg, csak nem próbálgattam, pedig gyorsabban tudok menni. Na jó van, akkor ott tartottunk, hogy kellene nekünk egy kis garlic, kut, és ebből 32 gram. Jesszus, ez 8. Hát ez jó. 8, igen. Na, ja, hogy elfogyott. Ja nem, pont megvolt a 32. Jobb oldalt mutatja. Ó, ez pont elfogyott. Még jó, hogy ennyit hoztam. Na jó van. Bazsalikom. Micsoda ízlése van valakinek. Azt mondja, hogy ebből 24-et rá kell toljunk. Ízlésesen elosztjuk. Az nem tudom, hogy... Hát ilyen lett. Hát ez ennyi. És azt hiszem, hogy beletettünk mindent, mert ez egy ilyen tök egyszerű pizza volt. Oké, okay. Ja, jó. Ez is nagyon jó. Most fordítva csinálom, mert először beteszem, és nem, ez így nem tudom, hogy hogy sül, de szerintem sehogy. Teszünk bele fát. Okay. Fordítva csináltam. Még van 8 rendelé. Öcsém, sose lesz vége. De most ez azt jelenti, nem van 10-43, az egyébként mit jelent? 3-4-11? Vagy nem tudom az időt. Most időérzékem oda van, melyeken meg tök világos van kint. Nem tudom, hogy ez mi. 10-48. Az is lehet, hogy tökre nem is jól időt nézek. Lehet, hogy azok csak percek. És az nem is az idő. Mármint, hogy az idő, csak... De nem tudom oda tenni. Oké, nem tettem ki tányért. Ahogy nem áll, gyerekek, nem tettem ki tányért. Ilyet nem hiszitek el, hogy... Most mit csinálják ezzel? Dobjuk már le ezt a izét. Nem tettem, dumáltam és nem raktam ki. Ez most miért mekkora pizza volt? Medium. Csém. Ezzel megy el az időm, hogy... Nagy tányérba tenném nekik oda. Fel lehet innen venni még egyszer?
Bell. Öcsi. Nincs annyi keze a fiúnak, hogy... A prégókáim, tessék! Nézzük, hogy benne voltunk-e még az időben, mert hogy el kellett menjünk anyagért is, de még benne lettünk. Jól van, ez is nagyon jó lett. Ja, nem jó? Oké, nyomjunk csengőt. Mondom, hányat nyomtam most meg? Hát nem csöngött. Akkor nincs aktív, váljunk, akkor mégse. Ja, hogy... Várja már, azt mondta az ember, hogy... Ez volt az utolsó... Ja, oké, fókuszáljunk, és készítsünk alapanyagokat holnapra. Hát akkor ennyi volt, akkor mi ez a sok... Na jó. Akkor vége lett a napnak. Ez a 8, ez lehet, hogy nem is a rendelések... Ez lehet, nem is a rendeléseket mutatta. Mi volt ez a 8? Mert rámentem, ez a quest villa volt. Azt hittem, azok a rendelések. Hát ezeket még... Oké, ez nem is az volt. Ez volt az utolsó rendelés. Kicsit megnyugodtam. Jól van, azt mondjuk, hogy ezeket én... Hát nem tudom, hogy ezek jók maradnak-e, de valami kis helyet próbálok majd csinálni az asztalon, mert ez így nagyon nem jó. Próbáljunk már egy kis helyet csinálni itt az asztalon, mert nem értünk rá sajnos. Még belemegy? Bele. Belemegy ide is? Van még ebben? Van még egy utolsó. Ha vagy megromlik holnapra, vagy nem. Jó, viszont akkor olyat, hogy... Hát azt mondja, hogy holnapi rendelése, de... hozunk fel, azt nem tudom, hogy vegyünk egy ilyen nagy, melyik volt az ez? Hogy vegyek egy ilyen 500 grammosat. Végül is. Mindegy. Vagy lehet, hogy egyszer beruházom. Most megpróbáltam 10-et beletenni ebből, mert az egyik kiürült. És az szerintem az ilyen darabolt volt én ezt szerintem. Viszont itt akkor valamelyik kiürült. Ez hogy javáljátok? E betűvel kiveszem? Ja, igen. Oké. Okay. Hát úgy, nem tudom, a nagyjából az nem tudom mi volt. Abban mi a franc volt? Mert ez is üres. Nem tudom. Az valami üres. Ott is. Mi ürült ki? Szalámi, ez fehér, igen, az mozzarella. Ez is. Hát nem tudom, ez a parmezán, hát attól se ájulok el, hogy mennyi van benne, de... Mi hiányzik még? Nem tudom, mi hiányzik onnan. Étfajta. Jó, nem tudom ott mi volt, de hát majd ha valami jönnek, akkor majd kiderül, hogy mi hiányzik, vagy mi nem, de én azt mondom, hogy így nem voltunk annyira bénák, szóval még valójában csak az idő, az tényleg, az nem az idő, az a 11 óra, nem tudom akkor az ott micsoda, de hát fényes nappal van, úgyhogy én abból indultam ki, hogy ugye délben nyitnak ugye általában a pizzériák, ugye, mert ugye estig vannak nyitva. Végignézünk már, hogy mi volt. A kukoricát az volt, ja, itt még van egy ezek már, hát azért megnézitek, ezek már ugyan érett sajtnak hívják ezeket, de francnak lenne kedve megkóstolni. Ez prosciutto cotto, ez is egy másfajta, de olyat még nem kértek. Ilyet kértek, ez a prosciutto crudo-t, ilyet már kértek tőlem. Van most már gombánk. Jó, hát gombát, azt lehet, hogy articsóka. Hát ezeket lehet, hogy vinni kéne majd fel, mert hogyha ezek itt vannak, akkor tuti benne lesz a rendelésben is. Cheddar, sajt. Hát, oké. Na mindegy, hát azt mondja holnapi rendelés, de akkor viszont ezek szerint azt jelenti, hogy lehet, hogy nem megy tönkre az alapanyag, akkor nincs annyira. És akkor van még egyfajta, ja, ez az univerzális liszt, igen, mert volt az a... Hát az viszont akkor az úgy érdekes. Na várjunk, ezt meg is nézzük ezt a receptkönyvet, mert hogyha idejövünk, igen, itt van New York stílusú, hát akkor lehet, hogy ilyet is kéne csináljunk.
Majd, ja. Szerintem kéne. Mert hogyha ilyet kérnek legközelebb, mert ugye ez, amit eddig csináltunk, ez a nápolyi stílusú tészta volt, ez pedig már New Yorki stílusú, és ezt már, ez hagyományos lisztből kell csinálni, nem a dupla nullásból, víz, só, olívaolaj és cukor. Á, hát igen, szószok. Ja, és akkor Alfredo szósz, hát ilyet is kéne majd csináljunk akkor ezek szerint. Hát jól van, én azt mondom, akkor csináljuk meg, de most azon gondolkozom, hogy a New York, igen, ezt kitűzöm már ide magamnak, hogy állunk. Csak viszont akkor ezt nehogy elrontsam, hát én ezeket most itt bepakoltam, na várjunk, akkor kicsit átpakolok, mert hogyha én majd megpróbálom ebbe még beletenni, hát ha belefér. Bele. Oké. Akkor ez a kettő, ez a nápolyi lesz, ez a két izébe, ebbe lesz majd, ebbe még belepakolom, nem fog beleférni szerintem. Itt még vannak ilyenek, ne izélj már. Akkor ezt így átküldöm az üreseket. Nem tudom honnan lettek, de hiányom lesz belőle, úgyhogy. Jó. Tehát az kelleni fog, és akkor viszont kellene, hogy csináljunk. Na nézzük, hogy ebből 2,3 liter víz kell. Először a vízzel foglalkozzunk. Hozom a kis köcsögöcskémet. Szerintem 2 liter víznél több úgysem megy bele, úgyhogy szerintem ezt nyakig tölthetem. Úgyhogy ameddig bírom. Nem tudom tényleg mennyi fog ebbe belemenni. Ezt fel tudom én most hajtani? Fel. Oké. Ez üres amúgy? Hát szerintem üres. Üresnek kell, hogy legyen. Ez pont 2 liter. Nagyon jó. Hú, hogy körbeforgatlan. Nagyon kemény vagyok. Szóval ez 2 liter, és akkor még kell 3 deci. Kettő. Hopp, ez több lett, de... Ja, nem ugye meg. Majd óvatosan töltöm bele. Ha tudom óvatosan tölteni. Várjunk. Nem, ez már meg is vagyunk. 2,3 per 2,3. Akkor... Az üres. Jó, az megvan. Akkor most tesszük bele az univerzális lisztet. Most ez 3,5 kiló. Tehát ezt akkor belehajíthatom az egészet. Nem kell méricskélni. Az jó hír. Oké. Az megvan. Akkor kell egy kis szállt ügynök. Melyik az? Ez. És akkor ebből kellene 75-öt, az mondjuk így. Közben nézem, hogy hogy állunk. 5, ha nem jó, ez már 7. 75. Oké. Aztán, apa. Kellene egy kis élesztő. Ho, na, megy már. Kell egy élesztő. Az oké. Az könnyű. Olívaolaj 90. Itt egy olívaolaj. Olívaolajból 90. Ó, hát, hogy sem, ez előbb is megszaladt. Hogy állunk. Ja, 5, még 5-nél tartunk. Hát nincs is benne annyi, nem tudom mennyi van benne. 6, 7, 8, 91. Hát azt mondta rá, hogy jó. Azt nem tudom, hogy ne tegyem -e arrébb, de arrébb teszem, mert leverem. És akkor só, vagy micsoda, a cukor kell már csak, azt meg kell keresni, hogy az is a fűszer kategória, az is. Hát most már megtudtuk, hogy a cukor is egy fűszer, meg a só is. Még a sóról még inkább, de jó. Mindegy, nem gondolkozunk már ilyesmin. És miben ilyen kis izébe árulják a cukrot? Váljunk, azt mondja, hogy 75, akkor ezt is átváltjuk így. 6, 7, 75. Oké.
És akkor szerintem ennyi, benne van minden. Akkor kavarjunk egy kicsit. Jó, és akkor mi kell még? Akkor ez volt a... Igen, a szószoknál még ez az Alfredósat is még jó lenne megcsinálni. Ahhoz már kell vaj. És ezt hát főzni kell nyilván. Ezek itt szépen jönnek kifele. Végre már nyugodtan végignézzük, mert nincs rendelésünk. Igen, a legvégén jött ki a közepes, mert hogy... Hát én nem tudom igazából tényleg hova a francba tudnám tenni, mert az a baj, hogyha én ezt... Mondjuk lehet, hogy ott jó helyen van. Csak össze ne keverjem, mert az a baj, hogy ezekben nem tudom, hogy bele tudom-e tenni. Megnézzük. Azért teszünk egy próbát, hogy mennyi fér ezekbe bele. Mert az lenne a legjobb, ha nem lenne itt az asztalon. Az tuti lenne. Oké. Na még, mondjuk. Na még. Na még. Na még. Na. Tegy bele, Billy. Nem teszi bele. Hát tegyük oda. Megnézzük, hogy így most lesz elég. Nem, ha felveszi. Jó, tegyük a közepeset is. Okay. Ez utolsó? Ne, és belefér. Elfogyott. Oké. Okay. Ez vissza is visszük innen. Nem, mert kell a hely is ott az... Na várjatok már, ezek itt mit keresnek a földön? Hogy esett azonnan ki? Na hát akkor mégiscsak bajba vagyunk, mert hogy... Ha! Öcsém, az hogy képes így? Na, gyere! Ó, még belefért. Még akkor ebbe is belefér. Akkor mégiscsak belefér, nem tolnak ki velünk. Na jó, és akkor nézzünk vajat. Hát a vajat azt én hol fogom megtalálni, vajon a... Valahol az előbb láttam, de... Ja, itt van, itt egy butter, de várjunk ebből most... Ebből a butterből mennyi lesz? Ebből azt mondja, hogy 150 gram, de... De hát az most mennyi ez? Én honnan tudjam, hogy az mennyi? Pont 150. Nem kell gondolkozni. A tejből 1 liter. Hát kezdjük el bele, veszünk tejet akkor. Jézusom, már kell ide több minden. Na nézzünk tejet. Ez azt hiszem itt van, ne? A folyadé... Milk. Ez most az a kérdés, hogy ez literes? Mert hogy öntsem bele az egészet? Na, nem tudom. Nem tudom. Abba sem vagyok biztos, hogy bele fogja önteni. Hogy állunk most? 8. Például nem tudom, hogy ez a hány... Ez is lehet, hogy az egészet belönthetném, de nem vagyok benne biztos. Hát... Én azt mondom, hogy... Most várjatok már, se 100... Most... Ez így nem jó. Akkor mi nem jó? Na, ezt most már megnézem. Ez még csak 1 decit. Na jó, öntsük be az egészet. Nézzük meg. Hát szerintem ez 1 literes. Ez annyi. Önthetem bele. És a kis kulacsot dobjam kukába, vagy mi a fenét? Hát kidobjuk. És mit csinálják vele? Jól van. Hát ez nem mindegy, hogy 1 decit vagy 1 liter töltök, mert van gyanús volt. Várjunk, akkor garlicból kell 50 gram. Hát ezért szerintem le kell menjünk. És mi, univerzális lisztből is kell még bele? Nem ár. Nem ár, hogy ilyen is kell még bele. 150 gram, nézzük. Szerintem gyanús lesz, mert már 100 gram. Nagyon óvatosan kell. 150 gram, meg is volt. Hát ezt ide alulra teszem. Ha sikerül, vagy felülre? Hova tegyem, apukám? Tedd bár le! Nem teszi le. Ez nem olyan fából faragták, hogy én csak oda vissza tudjam pakolni. Mert ez már bontott, tehát nekem egyszerűbb abból csinálni például ilyet, mert...
Na viszont jól van, tehát az addig oké, okay. Só. És akkor ebből kell nekem egy 10-10-es, ez vagyis egy ilyen. Gyerekek, ez a recept alapján főzés, el ne felejtsem már ezt a garlicot, úgyhogy szerintem le is megyek, csak kellene még valami nekem? Hát kell a, vagy nem, a black, fekete bors, az szerintem itt van fent, parmezán sajt, na azt kell viszont, azt kell, hogy hozzak innen lentről. Nézzük, parmezán, csak ez 500, ja ez egy 500 grammos, az pont annyi kell. Mondjuk lehet, hogy viszek még egyet, mert nagyon kevés volt az, amikor én, ez akkora óriási darab, és amikor ott lereszeltem, akkor meg semmi nem maradt belőle, olyan kevés volt a kis tálba. És akkor még garlicot kéne, azt mondja, hogy 50 grammot, 10 darabot kéne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát, ha benne maradtak egyáltalán, az jó kérdés. Kipróbáltam már gyors futást. Na várjunk, ezt itt áthúzom, mert melyikben volt a parmezán? Ezt kivesszük. Ilyet. Opa, igen, ilyet még csinálnék, egy ilyet. Ez valahogy annyira kevés lett belőle végül, én nem tudom, hogy legalábbis ránézésre. Na és akkor viszont nekem kellene garlic, az csak úgy belehaigálva. És azt mondja, hogy a parmezán, az most hogy? Parmezán sajt, az nem mondja, hogy mit csináljak vele. Azt csak úgy tegyem bele. Hát, mondjuk is lehet. Na, az legalább most már tele van. Viszont ezt a parmezán sajtot csak így fogjam, azt így dobjam bele a francba. Az gyönyörű darab volt így. Erre úgy nem gondoltam volna. És akkor már csak, vagy nem, mert kellene a fekete bors. Egyszer azt is meg kellett venni. A magyar konyhában mindenbe belemegy a bors, nem sóbors. Akkor ebből egy 10-10-eset, oké. Okay. Hát ez jó, megbonyolították, kell ám bele egy csomó minden. Az olasz forma az nem volt annyira, ez 50 gram kell viszont. Hát én azt remélem, hogy ez annyi. Rájunk, nem, 45 gram, akkor valahol van a földön még egy. Gyerekek, csak mellé ment itt valahol. Megkeressük. Hát nem is egy. Nem is egy, vagy ez mi? Ja, az meg a... Oké, okay, jól van. Hát majd egyszer azt is összeszedjük. Na, akkor ezzel együtt viszont... Ez már viszont így... Na, most mi van? Ja, most már 50 gram, oké. Okay. Viszont várjunk, ez is csak így simán megy bele. Jó. Jó. Nem kell szeletelni, nem kell semmi, oké. Okay. És akkor szerintem ki vagyunk pipálva itt végig, de azt most már... Ja, kell bele nekünk egy... kis bügyöge, és akkor... Oké. Okay. És akkor ez Alfredo szósz. Hát aki nem tudta, hogy kell csinálni Alfredo szószt, most már megtanulhatta. Oké, okay, hát behajítom ide. Jó, hát előkészültünk én szerintem másnapra, ha egyáltalán fogjuk még folytatni, de lehet én szerintem, engem érdekel, úgyhogy szerintem majd fogjuk. Mert itt a receptek, van az alap, hát jó, adjuk ezt a recept kérdést, mert majd úgy is mondja, hogy mi kell hozzá, hogyha majd, ha majd valamink lesz. Én ezt az Alfred, ja jó, igen, vajon csak, hogy vagyunk, Alfredo szószt, ezt innen kiszedjük, eltüntetjük, jól van. Hát szerintem előkészültünk másnapra, hogyha esetleg úgy adódik, hogy folytatjuk még ezt a dolgot. Itt vannak az alapanyagok, valami lehet, hogy hiányzik, én már nem tudom, mert volt egy üres, nem tudom, majd kiderül, hogyha nem találjuk meg, akkor legfeljebb. És akkor én még annyit, hogy ide kiteszek még akkor egy ilyen tányér, csak azért, hogy saját magamat ne szívassam, vagy megkönnyítsem a dolgomat. Nem tudja oda tenni, ahova akarom. Jó, három fél tányér, és akkor csinálhatjuk.
Nem már, ezen van az időzítő. Még jó, hogy megtaláltam. Hát de most már mindegy, de... Oké. Fényképező. Nem baj, nem vagyok még olyan profi, hogy úgy csináljam. Jól van ez így. Én szerintem, hogy az alapanyagok megvannak, akkor azért gyorsabban lehet haladni a dolgokkal, mint úgy normálisan. Én rányomom már ezt a szévet, hogy... Mert egyébként nem menti el a játékot. Jó, elmentettem, és... és majd, hát én szerintem fogok még majd, meglátjuk, hát mostantól fog bonyolódni végül is a receptek, de hát tanuljunk meg együtt pizzát sütni, úgyhogy akit érdekel, majd tartson velem, köszi, hogy itt voltatok, és hát mindenkinek jó étvágyat a húsvéti menühöz, sziasztok!